Varga Tamás következik, aki nem egyszerűen csak informatikai vezető, hanem egy kifejezetten elismert informatikai vezető, de nem erről fog beszélni, legfeljebb a tudását használni fogja. Ő neki ugyanis a kedvenc időtöltése, hogy biogazdaságokat segít önkéntes munkával. Új-Zélandon találkozott ezzel először, és hogy mivé lett mindez, azt most elmeséli nekünk. Gyere! Köszönöm szépen, András! Örülök, hogy itt lehetek, és meséletek nektek a világra szóló lehetőségekről, amik adódnak az életben. Neked mikor adódott utoljára a világra szóló lehetőségen? Keresed ezeket, vagy várod, hogy megtaláljanak? Olyan hétköznapi kérdések, mint hogy hová menjünk nyaralni, vagy hogy mit csináljunk szabadidőnkben, mind-mind egy lehetőséget rejt, és ezek a lehetőségek csak rajtunk állnak, hogy kihasználjuk őket. Az én lehetőségem akkor adódott, amikor 4 évi programozói munka után fogtam magam, és elrepültem a nagyvízen túlra. Láttam, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, tehát az irány az jó volt. Megérkeztem Új-Zélandra, volt egy hétre szállásom, és el kellett döntenem, hogy mit fogok csinálni 2 hónapig. A sors furcsa fintora, hogy a második nap egy programozó cégnél ültem, és beszélgettem az ottaniakkal. Aztán gondolkodtam, hogy zsebembe rakom az eddigi életemet, felgyűröm az ingújamat, és azon gondolkodtam, hogy lehetnék akár önkéntes egy biogazdaságban. Az itt hátadó fiatalok nem egy horrorfilm jelenetét forgatják, értem? Hanem egy komposztáló szerkezetet építenek. Az, hogy mi a komposzt, nem tudtam. Városban nőttem fel, soha ilyesmivel nem foglalkoztam. A részleteket most nem mondanám el, hogy miből áll, mert nem biztos, hogy a kamerák örülnének a szavaknak. De lényeg az, hogy a szünetben szívesen bárkinek elmondom. A szervezet, aki ezt lehetővé teszi, úgy hívják, hogy WOOF, Worldwide Opportunity on Organic Farms. Ez a szervezet, ami, ahogy András is mondta, segít eljutni önkénteseknek a biogazdaságokban, ahol az önkéntesek segítenek napi 6 órát, ezért kapnak cserébe szállást és étkezést, megtanulják a biogazdálkodást, megtanulják azt, hogy hogyan lehet vegyszermentesen gazdálkodni, hogyan lehet egy kicsit a földhöz közelebb élni, és bár valaki azt mondja, hogy bio az egy nagy humbuk, de azért azt gondolom, hogyha odafigyelünk arra, hogy hogyan termesztjük és mit eszünk, akkor azt gondolom, hogy jobb lehet a világ. Aki ezzel a szervezettel eljut egy gazdaságba, az azon kívül, hogy megtanulhatja, hogy milyen egy ilyen gazdaságban dolgozni, milyen egy ilyen családdal együtt élni, az megismerhet egy új kultúrát, és óriási tapasztalatokra tehet szert. A világon több mint 50 országban több mint 5000 gazdaság fogad önkénteseket, és több mint 50 000 önkéntes jut el évente ezekbe a gazdaságokba. A következő kép talán egy kicsit furcsán hat, amikor azt mondom, hogy biogazdaságban voltam önkéntes, de a 92 éves Bruno, aki azon kívül, hogy volt egy kisebb kertje, ahol gazdálkodtunk, festő volt, szobrász és építész, mind a mellett buddhista. És én 2 hétre mentem hozzá, amikor odaértem, akkor megkért, hogy 2 hét alatt alkossak neki egy buddha szobrot. Nem tudom, hogy miért én voltam a kiszemelt, nem tudom, hogy mit látott bennem, de a képek tanúsága szerint ez sikerült. Sok minden volt akkor a fejemben, ahogy elkészült, életemben nem szobrászkodtam, nyilván ezt is hozzá kell tennem, ahogy látjátok majd a formából a végén. De csináltam valamit, alkottam valamit, és ez is része volt annak a tapasztalásnak, hogy nem csak informatikus lehetek, nem csak biogazdaságban tudok segíteni, hanem bármire képes vagyok, ami az utamba kerül. Miután ez a kép készült, 2 héttel később már itthon voltam Magyarországon, és úgy voltam vele, hogy haza kell hoznom valami mást is abból, nem csak magamnak,
hanem az egész országnak, amit ott kint tapasztaltam. Ezért tavaly elindítottam a WUF mozgalmat itthon. De miért is csinálom ezt én a család és a munka mellett? Azért, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalok megtanulják, milyen önkéntesnek lenni, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül dolgozni és segíteni valakinek. Miért fontos az, hogy próbáljunk figyelni arra, hogy azok a vegyszerek, amiket használunk, és amiket használtunk az elmúlt 60 évben, és már most kimutathatók a bálnák zsírjában, tehát a földekről, a folyókon keresztül eljutott a tengerekbe és az óceánokba, nem feltétlenül az az irány, ami előttünk áll. Célom az, hogy minél több ember megismerje a WUF-ot, minél több gazdaság fogadjon önkénteseket, legyen nyitott arra, hogy egy idegenbe fogadnak és tanítanak, és célom az, hogy ilyen helyeken is beszélhessek, és örömmel vegyem azt, amikor a végén tapsoltak. De még nincs vége. Bocsánat, András. Még 2 perc 20 másodperc elnézés, hogy úgy nézett ki, mintha vége lenne. Pont úgy. Én azt mondtam, hogy a végén tapsoljanak, még nincs vége. Duplán gyűjtöm be. Amikor azt gondolom, hogy betoppan hozzánk a világ, az abból is látszik, hogy mondjuk a weboldalt honnan és mennyien nézik. Nem gondolnátok, hogy Közép-Afrikából és a világ szinte minden részéről, a grönlandiakkal még beszélnem kell, eljutnak hozzánk, érdeklődnek az iránt, hogy Magyarországon mit tanulhatnak, és mit segíthetnek. Nagyon fontos. Én ezt szervezem, és az is nagyon jó érzés, hogy miattam jönnek ide ezek az emberek, és a gazdák, amikor elmesélik azokat az élményeket, amiket ők ezektől a fiataloktól kapnak, az szintén fantasztikus. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi látható a képem. Én se tudtam, ne jegyetek meg, nem az a kvíz kérdésem, amiatt most fel kell állni és haza kell menni. Ez a Új-Zélandon a Rainbow Warrior nevű hajónak a hajócsavarja. Azt lehet róla tudni, hogy azok a fiatalok, akik felszálltak erre a hajóra, elmentek tiltakozni a csendes óceánon található atomkísérleti helyek ellen, és már ezt senki nem tudja pontosan, de valószínűleg a francia titkos szolgálat süllyesztette el a hajójukat. Ezt csak azért mondom el itt, mert hogyha nem lennék ott, nem lettem volna ott, és nem látom ezeket a világra szóló lehetőségeket, én sem tudnék róla. Ezek a fiatalok bíztak magukban, keresték a lehetőséget, hogy hogyan tudnak valami jót tenni, és nem vártak senkire és semmire, hanem mentek és csinálták a dolgukat. És azok a tapasztalatok, amiket én ezzel együtt gyűjtöttem Új-Zélandon, az mindenképpen az, hogy érdemes kilépni a hétköznapokból, hogy érdemes valami olyat csinálni, amit még eddig nem próbáltunk, hogy fantasztikus barátságokra és fantasztikus tapasztalatokra lehet szert tenni. Ehhez mindenképpen nyitottnak kell lennünk, nyitottnak a világra, nyitottnak magunkra, nyitottak a szomszédainkra. A szünetben kérdezzétek meg a pattársatokat, hogy ő mit csinálna egy önkéntes gazdaságban. Köszönöm szépen! Nem mertem. Hát, ha megint rosszat szólok. Tulajdonképpen mindaz, amiről most te beszéltél, az a nyitottság? Vagyis mondjuk másként az a szabadság? A szabadsághoz vezető út a nyitottságon keresztül van, szerintem. Ez a szervezet, ez a WUF, ez hány embert mozgat meg? Ahogy mondtam, 50 országban 5000 gazdaság és 50 ezer önkéntes. 50 ezer önkéntes, és te hány embert mozgatsz meg? Magyarországon ez 10 gazdaság, és nagyjából 100 önkéntes évben. Uh-huh. És mi a, utolsó kérdésem, mi az álmod, mi a terved, hogy mondjuk 5 év múlva az összes magyar fiatal menjen el egy biogazdaságba? Ez nagyon jó. Valahol a világon? Amit lehet tudni, tavaly 5 gazdaság volt, idén már 10, megdupláztam a gazdaságok számát, nagyon fontos. Szeretném ezt tenni tavaszra is, ugye télen nem sok munka van a gazdaságokban, tehát tavaszra valószínűleg már 20 gazdaság lesz, és jövőre 200 önkéntes jön, és nagyon szívesen segítek magyar fiataloknak is, akár itthon, akár külföldön, megtapasztalhassák azt, amit én. Tamás, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.